Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit Játszunk Blog. Blogunk a társasjátékozás népszerűsítésével foglalkozik. Ha tetszik ez a téma, kövess be minket Facebookon, illetve Instagramon is. Ha még nem tetted volna meg, a feliratkozás gomb mellett lévő csilingelőre, ha rákattintasz, bármikor új tartalom kerül ki, azonnal értesülsz majd róla. A következőkben a Karbomorfózis című játékkal fogok foglalkozni. Először bemutatom a szabályokat, utána pedig elmondom pár gondolatomat erről a társasjátékról. Lássuk! Így néz ki a Karbomorfózis az előkészületek felénél. Egy modulális táblánk van, a játékosok véletlenszerűen beállíthatják, hogy szeretnének játszani, és minden játékos a 8 szén jelölőjét a hozzá közelebbi oldalra felpakolja, ezt most meg is teszem. Szeretném megdicsérni a játéknak a játékszabályát, nagyon világos és abszolút nem terjedelmesen, magától értetődően könnyen, gyorsan kommunikálja a játékszabályokat, és ad alternatívát arra, hogyha valaki haladó játékot szeretne játszani, akkor milyen apró szabálymódosítások vonatkoznak ezekre a játékokra. Alapesetben mindegyik játékos 8-8 szén figurával kezdi a játékot. A játékosok célja az ellenfél bábúinak leütése. Fontos motivum a játéknak a fejlődés. Ha megnézitek, minden egyes mezőnek van egy fejlesztési lehetősége. A belsőből fejleszt a külsőre. Három szimbólumunk van, a kerek az a szén, a négyzetes a grafit, a háromszög pedig a gyémánt alakzat. Például a kokáért, hogyha én vagyok a kezdőjátékos, aki a zöld színnel játszik, rálép erre a mezőre, akkor a szénből egy grafittá változtatom a figurámat, és ezután, hogyha a későbbiekben mondjuk egy lépésem segítségével, mivel a grafit már átlóban tud lépni, ezt a bábút ide tenném, akkor a grafitból, a négyzetesből háromszög, azaz gyémánt lesz. A játékosok megpróbálják ügyesen pozícionálgatni az egységeiket, minden egységnek speciális szabálya van, amit automatikusan kommunikál is az adott alkatrész. A szén egyenes irányba tud lépni egyet, és átlósan tud ütni. Ütése következtében automatikusan elfoglalja az adott pozíciót, mondok egy példát. Ez a helyzet állt elő, hogyha a narancssárga játékos jön, akkor egy ütést hajt végre, nem kötelező ütni egyébként, egy ütést hajt végre, helyére lép az adott mezőnek, a zöld elveszítette egy katonáját, elveszítette egy játékelemét, és abban az esetben, hogyha tud transformálódni, tud fejlődni az adott bábú, akkor ezt a fejlődést végre kell hajtania. Például, hogyha az ütést idehajtotta végre, akkor a karikából négyzetes lesz, tehát nem csak ütött a játékos, hanem rögtön egy fejlesztés is végrehajtott az adott bábúján. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem veszik el, és elég elképzelhető, hogy egy mozgás következtében visszafejlődik egy adott bábú karakter, és az is elképzelhető, hogy egy mozgást követően egy adott egység visszafejlődést hajt végre, tehát például négyzetesből lesz karika, úgyhogy meglehetősen komoly, megfontolt lépésekre van szüksége a játékosoknak. A legizgalmasabb lépés lehetősége a gyémánnak van, ugyanis ő bármilyen irányba mozoghat, és bármilyen irányba üthet is, és nem csak, hogy bármilyen irányba mozoghat, bármennyit mozoghat bármilyen irányban, mondhatjuk, hogy ő a vezér a játékban, nagyon fontos, kulcsfontosságú jelentőség, hogy ezek pontosan hol találhatók, hol helyezkednek el. Ezen kívül a grafit egyenesen vagy oldalirányban tud ütni, és átlósan bármennyit mozoghat. Rendkívül gyors játék tud lenni azoknak a játékosoknak, akik behatóan ismerik ezeket a játékszabályokat, és igazából ennyi is a karbomorfózis szabálya. Ennek a társasjátéknak a műfaja chemistry fiction, ez a science fictionen belül egy részterület, a kémiával foglalkozó tudományos társasjáték, és a játék vállalása, hogy ebben a világban elkalózolja egy picit a játékosokat, átalakulásokról lesz szó. A játékmechanika érdekessége, hogy az anyagaid, akarom mondani az alkatrészét a játékban, átalakulásokon mennek keresztül, sokszor előnyükre, sokszor hátrányokra. A játék természeti alapja a szén, illetve a szének az a tulajdonsága, hogy grafittá és gyémánttá tud alakulni. Ez egy univerzális jelenség, és innen is az űr téma, ami nagyon szépen visszaköszön az alkatrészeken. Mindig bájosnak tartom, amikor indie kiadó, egy nem játékokat magából ontó kiadó ad ki egy társasjátékot. Ebből is adódik ez a kedves megvalósítás. Az alkatrészek nagyon szépen működnek, funkcionálisak, nem feltétlenül az esztétikum volt a cél, hanem az, hogy funkciójukban jól működjenek. Szimpatikus a moduláris tábra, be tudják állítani a játékosok, és ebből adódóan adódik egy ilyen friss újrajátszhatóság hangulat, de tulajdonképpen a játék minden alkalommal nagyon hasonló a célom, leütögetni a többiek bábuját. 8x8-as táblán az ellenfél bábújnak ütögetése adekvált a hasonlat a sakkhoz. Erősen sakk hangulatú ez a játék, ezzel az ügyes,
változás csavarral. A játék témája szépen domborul, a vállalása az, hogy megpróbálom előnyre alakítani a különféle figurákat. A grafit ügyesebben lép, a gyémánt, meg mint egy igazi vezér, vagy sokak szerint királynő, minden irányba rengeteget mozog, és minden irányba tud ütni. Kulcsfontosságú, hogy jó pozícióba hagyjak gyémánt bábukat. És csodaszép érdekessége a játéknak, hogy vissza is tud fejlődni a gyémánt. A középső színvonal mutatja, hogy miből, a szélső színvonal mutatja, hogy mivé változik, és egy csomószor visszaváltozik. Meg szeretném dicsérni a játékot az egyszerű és nagyszerűsége miatt. Én szeretem a letisztult játékokat. Ez a játék egy nagyon erős mezőnyben, az absztrakt, stratégiai játékok mezőnyében versenyez. Ezeknél a játékoknál kulcsfontosságú a letisztultság. Az, hogy egy A4-es papír a szabály, piros pont, nagyon fontos. A lényeg átlátható, a bábuk mozgása egyértelmű. Nem a játékszabályokon kell gondolkodjak, hanem maga a játék adta lehetőségeken. És egy csomószor, jó pozícióban, a gyémántot ott hagyva, inkább visszaváltoztatom, de menekítem, ütéskényszert alakítok ki, hogy visszavonulót fújjon, úgyhogy kellően okos, és egyébként a 30 percet kényelmesen kitöltő játékról van szó. Nekem egy picit rímelt a Castle of Mind játékra, az is egy indie fejlesztés, ott is teljes mértékben látom a táblát, mindennel tudok számolni, és ott is nagyon, mint a Kamiszádóban, egy tökéletes helyzethagyás van a másikban, de még a Kamiszádóban nagyon dinamikus a játékmenet, itt egy csomószor nagyon komoly analízis, paralízis helyzetekre tud ráfutni a játékos. Szeretem, hogy a játékszabály végén említ egy ilyen pici stratégiai pozíciót, hogy kevesebb, nem 8, hanem 7, esetleg a mesterek 6 bábúval haladhatnak, hogy sokkal dinamikusabbá, gyorsabbá, de veszélyesebb és stratégikusabbá tegyék a játékot. Nekem egy pici apróság hiányzott a játékból, a játékszabály nem említi, hogy megnézhetem-e ütés előtt, hogy az ütendő bábú alatt milyen mező van, mert egyébként átalakulásra kötelez, és elképzelhető, hogy hatással van rám, ami elképzelhető, hogy pozícióvesztéssel jár. De mindezeken felül érződik az a tudományos szándék a készítő részéről, Gócántó Tímea részéről, hogy itt ezzel a játékkal szeretne valamit kommunikálni. Egy fantasztikus természeti univerzális jelenségre szeretné felírni a figyelmét az érdeklődőknek egy társasjátékon keresztül. Szűk keresztmetszet a stratégiai absztrakt játék. Simán el tudom képzelni a társasjáték táborban informatikus, matematikára, stratégiára érzékeny gyerkőcök, játékosok egy napig eljátszanak ezzel a játékkal, mert bőven ad stratégiai gondolkodási lehetőséget. Viszont, mint említettem, egy nagyon komoly mezőnyben verseny ez a játék, ami egyébként abszolút figyelemre méltó, csak hogyha valaki nem szereti az absztrakt játékokat, nem nagyon a témát az átváltozás hangulaton felül. Nekem tetszik az, hogy alapvetően nem csak bábuk vannak, hanem van valami pici tudományos magyarázat, egy pici mögöttes tartalom, ami egyébként egy nagyon nagy áhítat és csodálatról árulkodik. És nagyon szimpatikus számomra, link odalent lesz, egy olyan link, ahol egy másik játékát, a szerzőnek egy másik játékát meg tudjátok print and play változatban szerezni. Ez a molekuláris torpedó, és nagyon szimpatikus számomra, hogy ez print and play. Töltsétek le, játsszátok, és itt érződik, hogy nem elsősorban az anyagi haszon fűti ezt a szerzőt, hanem az, hogy szeretne adni. Érdeklik a modern társasjátékok, és szeretne alkotni, és emberekhez eljutni ezekkel az ötletekkel. Respekt és tisztelet! Nagyon szépen köszönjük Tímeának és a Gimlod Gamesnek ezt a társasjátékot, hogy bemutathattuk nektek. Bízunk benne, hogy tetszett ez a rész. Ha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többekhez eljusson ez a tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot, srácok! Sziasztok!